kívánok! Először is a köszöntéseket ha megészítsen kihez. Még egyébként, hogy köszöntsem Jenő Pizsolyt, helyettes államtitkár úr, és köszönöm szépen, hogy eljött közénk. Mindjárt azt hittem, hogy zavarmentes átadás lesz. Biztosan sokat tudják is várni pedagógiai okokból, hiszen aki kicsit is okos, az nem a saját kárán tanul. Nem akartunk előbb átadást, mint hogy megvárjuk azt a pillanatot, mikor mindig kevesebb marad, amiben bele lehet kötni. Valóban az mindig történik, legalábbis a fővárosban egészen biztos mindig történik. 10 percet derült ki, az én kedves kollégáim mindenkit meghívtak, csak épp a 3 kerületi polgármestert nem. Pokorni polgármester úr biztosan nem sértődött meg, hogy a másik 2 megsértődött, azt nem tudom, de ha megsértődtek, igazuk volt. Emlékezzünk meg róluk is, vannak érdemeik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt államtitkár urak, főpolgármester helyettesek! Itt még szerepel, hogy polgármester urak, kedves megjelentek! Talán azzal szeretném kezdeni, hogy több mint egy éves megfeszített munkával a megújult szénatéren állhatunk, azon a megújult szénatéren, ami Budapest egyik legnevezetesebb és legfontosabb csomópontja. Budapest tömegközlekedése nyugodtan mondhatjuk, hogy európai színvonalú, ha ezt nem is akarjuk mindig észrevenni. Hazaérkezve, hogy New Yorkból, Isztambulból, Teheránból, de akár Párizsból vagy Rómából is, garantálható, hogy bárkinek hosszú ideig kevés panasza lesz a budapesti közlekedésre. Ha meg kell nevezni Budapest legnagyobb közlekedési csomópontjait, akkor a pesti oldalon a nyugati teret, a Deák Ferenc teret, a Kálvin teret vagy a Boráros teret juttathatja eszünkbe, amit látunk. A Dunai oldalon a Móricz-Zsigmond körtér és a Baksomópont mellett épp a Szél-Kálmán téret említhetjük, mint a főváros különösen jelentős közlekedési pontját. A Szél-Kálmán tér minden szempontból jelentős központi helyen fekszik. Itt van a 4-es és 6-os villamosok végállomása, ezen a téren halad keresztül a M2-es metró is. Egy szoros villamos kapcsolata van Buda másik forgalmas terével, a Móricz-Zsigmond körtérrel, ez a budai fonódó forgalomba helyezésével még hangsúlyosabbá és szorosabbá vált. A tér buszvégállomás is ide futnak be a városközpont felé, az északi és északnyugati peremterület felül a buszok, itt szállnak át az utasok Budapest belseje irányába. A turisták szempontjából is jelentős szerepel bír, hiszen innen indulnak azok a járatok, amelyek felvisznek a budai hegyekbe, vagy akár a budai várba. Megújult végre a Szél-Kálmán tér. Ez az az emblematikus helyszín, amelyhez szinte valamennyiünknek kötődik valamilyen emléke. Utazások, rendezvú, nagy beszélgetések, lemezcserék, amíg valaki emlékszik ilyenekre, képességgel, igényelve, nyugati farmerek vásárlása, sőt, valamikor régül és sportolhattak is a téren, ahol egykor 14 teniszpálya és télen korcsolya pálya is helyett kapott. A város fejlődése sohasem áll meg, mint ahogy az egykor itt állt tényleöngetők helyét átvették az imént említett sportpályák, úgy a későbbiekben közlekedési funkciót és nevet is kapott a tér, mely először 1929-től Szél-Kálmán egykori miniszterelnök nevét viselte. Később Moszkva tér lett, az én generációm ezen nőtt fel, az akkor idősebbek nehezen szokták meg az új elnevezést, nemrégiben pedig lakossági kezdeményezésre visszakapta eredeti nevét, érthető módon vannak, akik ezt szokják meg. Nehezebben, de a nagyanyáimnak sikerült, remélem, a mostani elnevezést. Azért, hogy méltó módon állíthassunk emléket Szél-Kálmán személyének, fővárosi közgyűlés döntése értelmében a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal összefogva és együttes pénzügyi teherviselés mellett köztéri szobor is megemlékezik Szélkálmáról. Kemény fába vágta fejszélyét a főváros, amikor 2015 elején megkezdte a már megkopott, de szívünkhöz mégis közel álló tér átalakítását. Számolnunk kellett azzal, hogy a nagy volumenű munka sok kellemetlenséget okoz mind a környéken élőknek, mind az erre közlekedőknek. Az a cél vezérel bennünket, hogy egy olyan európai színvonalú, modern közösségi teret és közlekedési csomópontot hozzunk létre, ahol nem csak átrohanni, de megpihenni, találkozni is lehet, és jó is. Mindezt azonban úgy szerettük volna tenni, hogy megmaradjon a tér karaktere, a úgy tetszik lelke, vagyis mindaz, amit korábban szerettünk benne. A fővárosban élők és az erre közlekedők ugyan már több mint egy hónapja birtokba vehették a teret, ám a végső kivítások még hátra voltak, kitűző célunk sikerült. Átlátható, a mai kor követelményének megfelelő teret avathatunk ma fel, amely illeszkedik Budapest arculatához és hangulatához. Most már használatba vételi engedély is van, a hibákat kijavították, olyan biztos lesz, amiben bekötnek, úgy, mint egykor nálunk a külvárosi iskolákban. Valami mindig akad, valamit mindig találtunk, amiben bele lehet kötni, mert én is nagymester voltam annak idején, most kevésbé vagyok. A budai csomópont egy reálisan kidolgozott, ütemezhető elképzelés szerint újult meg, kiemelten figyelembe véve a közösségi közlekedés szempontjait. Ahogy a főváros érintő összes fejlesztésnél, úgy a Szélkálmán tér esetében is szem előtt tartottunk, hogy megadjuk a választás szabadságát. Az átalakított tér a budai Konoda villamos hálózatnak köszönhetően új közlekedési kapcsolatokat kínál, valamint a villamos, a metró és a buszok mellett már a Morgubi gyűjtőállomás is megtalálható itt, sőt kerékpárút is épült. Mindenkinek egyenlő közlekedési feltételeket szeretnénk biztosítani, ezért a tér az akadálymentességi követelményeknek megfelelően épült. Az esőtől védett, fedett megállókban magasabb peron épült, ezért az alacsony tartós buszokra és villamosokra akadálymentesen lehet fel és leszállni. A Várkop utcai buszmegállók megközelítését lift és kültéri mozgólépcső teszi könnyebbé, a mozgásukban korlátozottak, az idősek és a babakocsival közlekedők számára. A történelem lenyomataként ugyan megmaradt, de mai modern külsőt kapott, az önök mögött látható metró kijárat legyező formájú épülete, ezen kívül több új épülettel és funkcióval is bővült a tér. A BKK már elkészült és jövő héten megnyíló új ügyfélközpontja az egyik új létesítményben kap helyet, ahol a közösségi közlekedéssel kapcsolatos minden ügyet a lehető legegyszerűbben lehet megoldani. Az utazók kényelmét tovább fokozzák az éjjel-nappal működő jegy- és bérletkiadó automaták, valamint a járatok indulási idejéről tájékoztató még korábban leginkább csupasz betonterületek voltak itt, addig az új térre, több mint 700 négyzetméternyi zöld felület, csak nem 200 fa, több mint 32 ezer cserje és mintegy 10 ezer virág került. Ezek nem csak esztétikai értékkel bírnak, hanem segítenek a por megkötésében, a levegő tisztításában és az életkörülmények további javításában. A téren áthaladóknak és az itt várakozóknak esztétikus és kultúrtávú közösségi bútorok kínálnak pihenési lehetőséget, de a jó időben akár az új épület tetején kialakított végsős részen is jó lesznek leülni, beszélgetni. A tér északi oldalán a fasorral kettéosztott parkipulót mentén szélesen, fákkal, zöld felületekkel tartított járda épült, míg a Csaba utca térfelüli szakasza sétáló utcává lett. Nyilván sokan emlékeznek a Stellőszökő útra, ezt a jellegzetes szobrot restaurátor újította fel, és bár nem a korábbi helyén, de most is továbbra is a teret díszíti. Még nem beszéltünk az óráról, hogy a jövőben is akár remek találkozási pont.
403 napba telt, de elkészült, és ma már végleges formájában teljes szolgáltatás palettával vár mindenki Budapest egyik legforgalmasabb tere. Tulajdonképp ez a nap tekinthető a budai fonódó villamos hivatalos átadásának is. Néhányan sokat küzdöttünk a már is népszerűvé vált, és igen sokak által igénybe vett vonal megvalósítása. Egyik is hibamentes átadást akartunk. Szeretnék köszönetet mondani Budapest lakosságának az építések alatt tanúsított türelméért, és engedjék meg most elmondanom, hogy a Szél-Kálmán tér átépítése, amiatt, mert rengeteg villamos, rengeteg útvonal fut be ide, és a forgalmat folyamatosan fel kellett tartani, egy különösen nehezen organizálható feladatnak bizonyult. Köszönetet szeretnék mondani a tervezőknek és kivitelezőknek, az érintett kerületek polgármesterének, dr. Nagy Gábor Tamásnak, dr. Lány Zsoltnak és Pokorni Zoltánnak és munkatársaiknak, saját munkatársaimnak, ideértve a BKK és BKK vezetését is dolgozunk is. Kívánom, hogy önök, fővárosi lakosok, ide látogatók, átutazók és turisták használják a jövőben örömmel az új, illetve felújított létesítményt. Örömmel mondtam ezt el önöknek, és aki tényleg örömét tudik benne, annak a legjobbakat kívánom, akik a hibákat keresik, azoknak meg szerencsés keresgélést kívánok. Köszönöm szépen!